Sír a lelkem a keserűség miatt, vigasztalj meg a te igéd szerint. A 119. Zsoltár 28. versét idéztem, mint egyik kedves Biblia versemet, mert hát melyek a kedves Biblia verseink, amelyekre talán sok keresés után bukkantunk rá, amelyek egy nehéz élethelyzetben tudtak megszólítani, és közülünk ki az, aki nem élt át sok keserűséget az életben. Keserűségeim egyik hosszú ideig, évekig tartó szakaszában találtam rá erre a Biblia versre. Keserűség nem magam, nem családom, hanem hívő társaim oktalansága, hitetlensége miatt, sírt a lelkem a keserűség miatt, és kértem Isten vigasztalását, és amikor rábukkantam erre az igére, többet kaptam, mint vigasztalás, mert Isten rámutatott, hogy egész életemben, mióta 25 éves koromban először kezembe került igazán a Szentírást, és akkor negyed évszázad hiányosságait bepótolva, mint a szivacs fogadtam magamba a szavait, hát vigasztalj meg engem, mi más volt az ige, mi más volt a Biblia számomra, mint vigasztalás. Arany Jánosnak a költészet volt a vigasztalás, ezért itt a nagy versét, a vigasztalót, a költészetről, és csodálatos vallomást tett arról, hogy számára a land pengetése, régi igaz költők mondatainak felidézése, és az ő igazságként papírra vetett szavai jelentenek számára vigasztalást. Valahol ő is a Szentlélek körül kereste a vigasztalást, hiszen egész költészetet letagadhatatlan, hogy a Szentlélek bélyegét, pecsétjét viseli. De mennyire nagyobb vigasztalás, hogyha egy ember, egy emberi költészet is olyan sok jóra képes, de az Isten beszéde, amely nem pejva, hanem búza, mi mindenre képes. Hányszor vigasztalt meg a Szentírás, amikor önmagam oktalanságai, hibái, bűnei miatt keseregtem, és megvigasztalt Jakab levele első fejezete, hogy ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Amikor elrontottam valamit, amikor indulatos voltam, amikor nem úgy szóltam, ahogy Krisztus követőihez illik, vagy ahogy egy keresztényhez méltó, megvigasztalt Isten, mert azt mondta, szeretnélek felhasználni, vagy továbbra is igényt tartani a szolgálatodra, de emberi haraggal nem tehetem, értsd meg, János, nem lehet emberi haraggal képviselni az én igazságaimat, szent haraggal, isteni haraggal, de az isteni harag mindig türelmes, mindig jóságos, mindig a lélek által vezérelt szent harag, mint Mózesi, amikor a 10 parancsolat kőtábláit széttörte, vagy mint Jézusi, amikor a kufárokat ostorral üzte ki a templomból, és fölforgatta a galambárusok székeit, de utána hozták hozzá a bénákat, vakokat, sántákat, és meggyógyított őket. Nem indulatból tette Jézus, szent haragból azt, amit tett. És amikor olvastam Péter első levele második fejezetét, hogy ő szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hagyta az igazságosan ítélőre, aki a mi bűneinket a maga testében fölvitte a fára, hogy mi a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk. Igen, ezek az igék segítettek a vigasztalásban, de többen is a bűnnek való meghalásban, a bűnnek meghalni és az igazságnak élni. Nem ez az igazi vigasztalás tartalma? Sír a lelkem a keserűség miatt, vigasztalj meg engem a te igéd szerint. És hányszor elmondani nem tudom, most csak két igét idéztem, megvigasztalt engem a Szentlélek, megvigasztalt engem az, aki az atyától jön, akit az atya küld, és a fiú csodálatos dolgait idézi emlékezetünkbe. Csodálatos a mi vigasztalunk, és a mi vigasztalunk ihlette a Szentírás minden egyes igaz kijelentését, már pedig biztosak lehetünk, hogy ami a Szentírásba bekerült, az 100% az nem
tejva, hanem tiszta búza, ezért kérte Dávid Zsoltárában, sír a lelkem a keserűség miatt, a mostani állapotom ez, de bizakodom, mert oly sokszor átéltem már, hogy vigasztalj meg engem, és tudom, hogy ígéreted van erre, és meghallgatod esengésemet, vigasztalj meg engem, és ne külső csodával, hanem a te igéd szerint, hogy olvassam még buzgóságosabban a Szentírást, és rátaláljak a vigasztalás ma nekem szóló igazi igére.